napot kívánok mindenkinek! Jó reggel pontosabban! Folytatjuk a 56-os lapon, Brachot traktátus 9-es fejezet, 56-os lap. És a mai nap is még az álmokról fogunk beszélni. Még egy ideig álmodozni fogunk. Kérek mindenkit, aki ott nagyon hátraül, kicsit gyertek közelebb, mert nem kell annyira kiabálni. Mindenkit sok szeretettel üdvözlök. A telefonjainkat azt próbáljuk meg lehalkítani. Ez olyan videójáték, vagy? Oké. Amalei Kejszárlevő Soha ben Hanina. Azt mondta egyszer a római császárlevő Soha ben Hanina. A Márti de Chachmiszo Tuva. Ti zsidók, azt mondjátok magatokról, hogy olyan okosok vagytok. Úgy látszik, ma akkor is ezt mondtuk magunkról. Émali máj hazina behelmáj. Ha ilyen okosak vagytok, akkor mondd meg nekem, hogy miről fogok álmodni ma este. Amalei hazizd me sáhlenek parszai. Azt fogod látni álmodban, hogy a perzsák, akik ugye a rómaiaknak az ellenségei voltak, azok téged rabszolgasorba hajtanak, meg Gárvillibach, de Rájébach sikcebe hutrödöd a hava. És arra kényszerítenek, hogy egy malaccal feküdjél együtt egy aranyágyba. Hírhér Kulajama, a császár nem tudta kiverni a fejéből ezt a gondolatot egész nap. Egész nap csak ezen gondolkodott, hogy milyen, micsoda látomás, hogy ő egy aranyágyban fekszik egy malaccal. Hule Ortaháza, és tényleg eljött az este, erre álmodott. Ilyen durva dolgot mondott neki, Nina, hogy nem tudta kiverni a fejéből, és tényleg ez lett az álom. Amelé és a Vur Málkal és Muel a Mászadachach Muszatova. Hasonló történet. Azt mondta Sábur király, Perzsia királya, egyszer Smuelnek, most pont fordítva. A Mászadachach Muszatova, azt mondjátok, hogy ti zsidók, nagyon okosok vagytok. Émeli Májhá Zinebe Helmáj, akkor mondd meg, hogy mit fogok látni álmomban ma este. Ameléj, az izde asszurra imébe savulach. Azt mondta neki, azt fogod látni álmodban, hogy jönnek a rómaiak, és elfognak, és rabul ejtenek. Vettachanibach kassi asszabere chájede de hava. És arra kényszerítenek, hogy datolja magokat, reszeljél aranyreszelővel. Azt mondja a kommentárok, azért, ennek azért volt még külön jelentős, hogy az arany az egy nagyon finom, puha fém, a datolja maga meg nagyon kemény. Ő sem tudta kiverni a fejéből ezt a látomást. Hírhérbe a Kulajama. Egész a pezem ez ment a fejével, és tényleg eljött az este, és ezt álmodta. Oké, ugye ez kapcsolódik akkor ahhoz, hogy az ember azt álmodja gyakran, amire gondolkodik napközben. És ők így tulajdonképpen azzal, hogy azt mondták, ami különleges dolgot mondtak neki, ezzel elérték, hogy azt álmodja, mert tényleg egész nap azon gondolkodott. Oké, most a következő rész, ami viszonylag hosszú lesz, és elég kemény részletek lesznek benne, az arról, viszont pedig arról szól, hogy egy álom mindig úgy teljesül, ahogy megfejtjük. Ugye volt tegnap is egy ilyen, azt mondtuk, olyan egy álom, mint egy zárt boríték. Ha nem olvassa el senki, akkor nincs semmi baj. Ha elolvassa és megfejti, akkor amilyen a megfejtés, úgy fog teljesülni. A megfejtésen múlik, és nem az álmon. Bár hegyja, me fásere be helmaháva. Bár hegyja, az egy híres álomfejtő volt. Mande jahiv leagra, me fásere le maliusza. Mande lajahiv leagra, me fásere le griusza. Azt mondja, a Talmud, ő egy nagyon... mondják ezt? Pragmatikus álomfejtő volt. Nem ezt a kifejezést használja Talmud, csak én mondom. Mit csinált bár hegyja? Aki fizetett neki, annak pozitívan
fejtette meg az álmot. Aki nem fizetett, annak negatívan. Két bölcs is járt hozzá, Abája ve Ravi Chazuleit, Helma. Abája és Rave, aki ugye egy vitapár a Talmudban, mindketten láttak egy-egy álmot. Abája Jahavi Lezuza, Abája füzetett neki, ve Rave lo Jahavi Le, viszont Rave nem füzetett neki. Amri Le, mind a ketten eljöttek hozzá, és a következőt mondták neki. Mit láttunk az álmunkban? Láttuk azt a mondatot, azt a tórai mondatot, ami úgy szól, Salchat a vuach lein nechab, az ökröd a szemeid előtt lesz levágva, de te nem eszel belőle. Ugye ez abból az átokból van, ami Mózes 5. könyvének a végén van, ahol mindenféle jövőbeni átkot mond Mózes a zsidó népre, hogyha nem tartják meg Isten szavát. Na mindenképpen mind a ketten ezt látták álmukban. Mind a kettőnek másképp magyarázta. Rave amár passzidiszkach, mi lej halam lach le mechal me utca de libach. Azt mondja, Ravenek azt mondta, ez mit jelent? Tudod, mit jelent? Hogy tönkre fogsz menni, és olyan rossz érzi, olyan depressziós lesz, hogy nem lesz kedved enni semmiből. A bárjának azt mondta, olyan gazdag leszel, olyan jól fog menni az üzlet, hogy nem fogsz gondolni arra, hogy egyél. Mind a kettő, az egyik fizetett, a másik nem, akkor fejtette meg nekik az álmokat. Akkor most lesz egy jó pár, mondjuk 15 ilyen, hogy mondtak valamit, és az egyiknek így fejtette, a másiknak úgy fejtette. Amrilei, a krinam banim banos télis, folytatódik, ugye idézték, a többi mondatot is látták ebből az átokból, Mózesnek ebből az átkából más mondatokat is láttak. Ugye azt mondja, fiakat és lányokat fog szülni, de nem lesznek veled, mert rabul fogják őket ejteni. Ravénak azt mondta, hogy igen, szó szerint kell értened, a fiaidat azt rabul fogják ejteni. A bájának azt mondta, ez nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy a lányaidat nem fogod tudni saját rokonaidnak, saját rokonaid között kiházasítani, hanem idegenek fogják elvenni, és ez olyan, mintha rabul ejtették volna őket. Ugye régen igyekeztek, amikor egy siduchot csináltam, volt egy házasság közvetítés, akkor igyekeztek ismerősök, család, nem közvetlen család, de egy olyan családdal összehozni a lányokat és fiúkat, akiket ismertek. Ugye biztosak legyen, hogy kivel van dolguk. És azt mondja neki, olyan sok lányod lesz, és ez egy nagy áldás, már elfogy minden családtag, és ezért idegenekhez kell, hogy hozzámenjenek feleségül. És ez olyan lesz, mintha rabul ejtették volna őket. Itt is próbálta pozitívan magyarázni. Azt mondja, mentek tovább, és aztán láttuk azt a mondatot is, hogy fiaid és lányaid egy idegen népé lesznek. A bájének azt mondta, olyan sokan lesznek, megint csak ugyanaz a gondolat, olyan sokan lesznek, hogy nem lesz, akivel kiházasítsad őket, és ezért olyan lesz, mintha egy idegen népé lettek volna. Mit mondott viszont Ravénak? Ravénak azt mondta, igen, a feleséged meg fog halni, és a fiaid és lányaid egy második feleséged fogja őket felnevelni, és ezt jelenti azt, hogy egy másik néppé lesznek. Tehát elég durva álomfejtést adott neki. De amar rava, amar rav írmi, amar rava, amar rava, majdik szíba, nechom, ne iszek, nüsszim, lá, máhér, zöj, és esze, áv. Ahogy tanította más is, mit jelent az, hogy a fiaid és lányod egy idegen néppé lesznek? Ez azt jelenti, hogy a gyerekek, amikor nem az anyjukkal nevelkednek, hanem a mostoha anyjukkal, az olyan, mintha egy idegen néppé lettek volna. A krinembe helmén lech echelbe szimcha lachmechak. Mentek tovább. Mi mindent láttak még az álmukban? Azt mondja, láttuk azt a mondatot, ami a Keheletben van, ami jelenleg egy kedves mondat. Azt mondja, menj egyet kenyered örömmel. Mit mondta Bájénak? Ez az álom azt jelenti, hogy olyan jól fog menni az üzlet, hogy annyit fogsz enni és inni, hogy a nagy örömödben ez a mondat, ez teljesülni fog rád, hogy örömmel fogsz enni és inni a kenyeredet. Mit mondott Ravénak?
Szóval nem, fú, ez a mondat ez azt jelenti, hogy mindent el fogsz veszteni. És olyannyira, hogy amikor majd főzöl magadnak valamit, akkor nem fogsz tudni enni, nem marad semmi, hanem még a kenyére is azt mondod, hogy na, már ezt is örömmel leszem. Hús és ilyesmi, semmi nem fog maradni. Csak, hanem a kenyér lesz az, amire azt mondod, hogy ez micsoda nagy étkezés. Mert az is szép ebben, hogy, hogy mennyire látszik, hogy minden a perspektíva kérdése. Az egyiknél azt mondja, hogy a kenyér az egy nagy dolog, ez a hú, még a kenyér is nagy dolog lesz. Szóval, hogy milyen sokat számít a perspektíva, a szemléletmód. Oké, mentek tovább, és azt mondták, láttuk azt a mondatot is, ami írva van a Krinan, Zereráv Taitia Szade, írva van, hogy majd sok termést fog hozni a föld, de nem fogod tudni megenni, mert a sáskák megeszik. Mit mondott a Bájának? Azt mondta, a Bája neked csak a mondat első része vonatkozik, hogy a föld a sokat fog növeszteni. Ravelnek azt mondta, nálad a mondat második fele a lényeg, hogy nem fogsz tudni enni. Azt mondja, folytatja, és azt mondja a mondat, azt mondja, Zeiszim jöleh habe halgulecha, hogy teli lesz a határod olivafákkal, de nem fogsz tudni használni, nem fogod tudni a termését begyűjteni, mert idő előtt le fog hullani. Ugyanígy azt mondta a Bájénak, rád a mondat első fele vonatkozik, hogy teli lesz a földed olivafákkal. Rovinak azt mondja, neked a mondat második fele. Rád a mondat második fele. Megy a... Hogy jel? Oké, mentek tovább, és azták Rauka, Lámé, Arec, Kisema, Sem, Nikra, Lecha. Van egy olyan mondat a Tórában, és majd látja a világ minden népe, hogy az örökké való neve rajtad van, és félni fognak tőled. Lábája már lej, nafek laksomak, de reis messzissza havesz. Azt mondta erre a Bájának, ezt tudod mit jelent? Ez azt jelenti, hogy olyan híres rabbi leszel, hogy mindenki rólad fog beszélni, és ezt jelenti azt, hogy Isten neve rajtad van. Rovénak mit mondott? Azt mondja a Rovénak, hú, te tudod mivel leszel híres? Hogy majd egyszer lesz egy rablás a király kincses tárából, és téged fognak meggyanúsítani, és az emberek azt fogják mondani, hogy ha Ravét ilyen súlyosan büntették azért, mert lopott a királytól, akkor hú, minket mennyire súlyosan fognak büntetni, és így leszel híres, mindenki rád fog hivatkozni. Nem a jó hírnével leszel híres, hanem rossz hírnével. És tényleg ez is történt? Másnap betörés volt a király kincses ládájába, és Ravét elfogták és meggyanúsították. Oké, megyünk tovább. Azt mondták neki, mind a ketten, láttunk egy salátát, egy fejsalátát az álmunkban, ami egy boros hordó tetején volt. Azt mondta nekik, a Bájének azt mondta, olyan jól lesz olyan sokat fogsz keresni az üzlettel, hogy mint a saláta, ami kicsinek tűnik, de amikor kivontjuk, akkor a sok levél, az gyarapszik. Ravének azt mondta, olyan keveset fogsz keresni az üzlettel, hogy olyan keserű lesz, mint a salátának a közepet. Azt mondta neki, láttuk azt is, hogy van egy darab hús a hordó tetején. A Bájának azt mondta, olyan jó lesz a te borod, olyan kedves lesz, annyira fogják szeretni az emberek, hogy mindenki azt fogja venni, és húst is fognak mellé venni, hogy legyen mivel meginni. Azt mondta, Ravénak viszont azt mondta, olyan rossz lesz a borod, olyan úgy meg fog romlani a borod, hogy az emberek hússal fogják próbálni elnyomni a rossz ízét. Azt mondta neki, okay, láttunk egy, ha zina, ha vissza, de talébe diklap. Szóval láttuk, hogy egy boros hordó függ egy pálmafán. Egy pálmafára föl lenne akasztva. Én azt mondta a Bájának, olyan jól fog menni az üzlet, hogy olyan gyorsan fog kinőni a földből, mint a pálmafa. Azt mondja, Ravénak viszont azt mondta, hogy olyan lesz az üzleted, hogy úgy fogják venni, mint valami kis nassolást. Nem fogják komolyan venni az emberek, és fillérekért kell, hogy megszabadulj majd tőle. Mint ahogy a datója is, csak egy kis nassolás. Amrej házna rumna de kátkhe ba apum da inej.
Azt mondta, láttuk azt is, hogy egy boroshordó tetejéről egyszer csak kinő egy gránátalma. Erre azt mondta a bájának, ó, a te üzleted olyan jó lesz, mint amilyen sok magja van a gránátalmának, annyit fogsz keresni. Azt mondta Ravénak, olyan rossz lesz az üzleted, hogy mint hogyha mint amilyen keserűvé válik a gránátalma, ha megromlik. Megyünk tovább. Azt mondta, hogy láttuk, hogy a boroshordónk beleesett a gödörbe. Erre azt mondja neki a bájnak, azt mondta, olyan jó lesz az üzlet, hogy annyira fogják keresni a borodat, mint az a bor, ami beesett a gödörbe. Ha valami beesett a gödörbe, akkor kevés van belőle, akkor keresik. Azt mondta, Ravénak olyan rosszul fog menni az üzletet, hogy ki fogod önteni a bort a gödörbe. Amerlej, hazina bar hamra de kai ászidan ve noyer. Azt mondta, láttunk egy fiatal vadszamarat, amelyik felénk fordítja a fejét, és mit csinál a szamár? Nem ordít. Ordít. A bájának azt mondta, Málka havisz ve kaja majra alach. Azt mondja, te egy nagy vezető leszel, és a tolmács ott fog állni melletted, hogy ki kiáltsa a szavaidat. Ugye erről beszéltünk korábban az ókorban, amikor valaki egy, mondjuk a Tórát olvasták, vagy bármilyen fontos szöveg volt, akkor volt egy nagy hangú ember, aki hangosan kikiabálta, mert amikor a mikrofon még nem volt. Szóval ki fogják hangosítani a beszédedet, mert annyira fontos ember lesz, és úgy fogják kihangosítani, mint ilyen hangosan ordít a szamár. Azt mondta Ravénak, amellé Peter ha maj gahit mit filoch. Azt mondta neki, a te tfilined az poszul lesz. Ugye? A tfilin, az imaszi, abban van négy pergament tekercs. És egy tfilin addig kóser, addig használható, amíg a benne lévő pergament tekercs. Egy szöveg az teljes. Hogyha valami kikopott a szövegből, vagy rosszul volt írva, akkor hiába kívülről úgy néz ki a tfilin, ha jó lenne, de igazából nem jó. És azért időközönként meg kell vizsgáltatni a tfilint. És ilyenkor a szoftver kinyitja a dobozt, kiveszi a tekercseket, és megnézi, hogy az írás jól benne. És ez az a probléma, hogy ha egyszer mondjuk megtalálta, hogy rossz benne az írás, akkor nem tudjuk, hogy mikortól lett rossz. Akkor lehet, hogy ő napokon keresztül, vagy heteken, vagy hónapokon keresztül olyan tfilint tett, ami nem kóser. Csak azt hitte, hogy teszi a tfilint, de nem teszi, mert egy nem kóser tfilint, az amit nem is tette volna. Szóval a te tfilinedből hiányozni fog az a szó, hogy Peter Hamor, hogy az elsőszülött szamár. Ugye az egyik szövegben, a négy szövegből, ami van a tfilinben, arról van szó, hogy az elsőszülöttek kiváltásáról van szó, és szó van ott az elsőszülött szamáról is. Szóval a te tfilinedből hiányozni fog ez a szó, hogy Peter Hamor, és ezt jelenti, hogy láttál egy vadszamarat, aki ordít. Azért ordít, mert hiányzik a tfilinedből. Erre azt mondta neki, nem, én most vizsgáltam meg a tfilinet, és benne van. Azt mondja, nincs teljesen benne, mert az a szó, hogy hamor, azt lehet írni vávval. Hamor ugye, ami azt jelenti, hogy szamár. Azt lehet írni vávval, és lehet írni váv nélkül. És véletlenül a szofér váv nélkül írta, pedig a Tórában vávval van. És ezért hiányzik az a szó, hogy szamár a tfilinedből. Egyre durvább. Egyszer, és ezeket végigkérdezték Várhegyétől, és mindegyik történetben ugye két sztori volt. Ugye minden, ugyanazt mondták, de más-más magyarázatot mondott. Azt mondja, a végén már egyedül ment hozzá. És azt mondta neki, Chazai dashe brajsa de nafad. Szóval láttam álmomban, ez nem derül ki, hogy álmában látta, vagy hogy tényleg látta, hogy a házának az ajtaja kidőlt. Azt mondta neki, tudod, mit jelent ez? Azt, hogy a feleséged, aki olyan, mint a házad ajtaja, ő meg fog halni. Amelech hazai kohéve sinár de natur. Azt mondja, láttam, ez valószínűleg álmában, azt láttam álmában, hogy a fogaim kiestek. Azt mondta neki, ezt tudod, mit jelent? A gyerekeid is meg fognak halni. Elég mérges volt, hogy nem fizetett neki. Amelech hazai tárte jajnünde parchan.
azt mondta, láttam két galambot, amelyik elrepült. Azt mondja ki, az azt jelenti, hogy két nőt is el fogsz venni, és mindegyiktől el fogsz válni. És azok olyanok a nők, mint a galambok, amik elszállnak, a két feleséged. Amelyek az a tárei galgilidei de liftap. Láttam két retek fejet álmomban. Amelyek train kulfejbe látta, azt mondta, az a két retek fej, az olyan, mint a két ütés, két probléma fog téged érni az életben. Az a reva hújama, mi azt, hogy bémidras a kulajama. És tényleg mi történt aznap? Rave elment aznap a tanházba, és látta, hogy két ember veszekszik. Erre szét akarta őket választani, a végén őt kezdték el verni. Megütötte az egyik, megütötte a másik, és azt mondta, hogy többet már nem kell ugye, üssetek, mert arról volt szó, csak két ütést fogok kapni. A két retek fej az két ütés? Ne folytassátok! Szóval, azt a Rava, vagy jajv leágra a végén, amikor már minden túl volt, Rava azt mondta, na jó, itt van egy kis pénz, adott neki egy kis pénzt. De nem bírta tovább a sok rossz megfejtést. Amelé ha zai a sisza de nafá, amelé ne haszem bi laim a carim kanisza. Azt mondja, akkor most magyarázd meg nekem, most, hogy adtam neked egy kis pénzt. Látom az álmomban, hogy az ajtóm kidőlt, az mit jelent? Ó, az azt jelenti, hogy olyan sok vanyodont lesz, hogy szétfeszíti a házat, és az ajtó ki fog dőlni. Amelé házáta a padno de abájde napán. Azt mondja, láttam álmomban, hogy abájénak, ugye a ellentársának, láttam, az ő kastélya leomlik. De házéna váké. És a por befedi a kastélyának a romjait. Amelé a bájé sakrivén szifte jászak legabé. Ezt tudod, mit jelent, hogy a bájé, amikor meg fog halni, mindenki el fogja őt felejteni, és csak rád fognak emlékezni, hogy te milyen nagy mester vagy. Amelé háze a padna de didi de nafil. Azt is láttam álmomban, hogy az én kastélyom ölt össze. Azt mondja, kula álme saki le binta. És jöttek a világ népei, és mindenki elvitt egy-egy téglát az összeomlott kastélyból. Amely le is már tasszak, mert badadam beállna. Ezt tudod, mit jelent? A te tanházad, a te tanításod az egész világon el fog terjedni. Mindenki elvitte egy-egy követ. Szóval most elkezdte pozitívan magyarázni az összes álmát. Az úgy, hogy kapott egy kis pénzt. Amely le ha zaj, de ifkár reisi, ve naszár mojkri. Azt mondja, láttam az álmomban, hogy a koponyám eltört, és az agyam kifolyt. Amelé udrami bej szádja nafik. Azt mondja, olyan okos vagy, a tudásod szét fog terjedni a világon. Amelé a krinha lalomit szrabe helma. Azt mondja, láttam álmomban, hogy az egyiptomi halélt, az egyiptomi hálaadó imát mondom. Ugye ez az a halél, amit mondunk széder este. Amelé nisszamis rákislak, azt mondja, olyan csoda fog történni veled, ami miatt hálát kell, hogy majd adjál. Megint csak pozitíven magyarázta neki. Azt mondta, ha kazdjad be hádé, és tényleg így is történt, hogy fölszállt egy hajóra, amelé be hádé gávrad misek niszel ameli, és amikor fölszállt egy a hajóra, akkor a matróz azt mondta neki, psi, egy ilyen ember, aki mivel mindig csodák történnek, az most miért száll föl velünk a hajóra? És tényleg mi lett a történet? Vége! Hogy a végén a hajó elsüllyedt, és Rave volt az egyetlen, aki megmenekült. Oké, áskechén Rave ve chazed a havek szívbej, kolachal oimész aichonap ácharape. Rave mindezek után egyszer meghallotta azt a tanítást, hogy minden álom a száj után megy. Amit mondtunk tegnap is, hogy mindig a megfejtés a lényeg. És rájött, hogy az összes rossz dolog, ami érte, ez nem azért volt, mert rossz dolog kellett, hogy legyen, hanem ez a rohadék rosszul fejtette meg az álmát, mert nem fizetett neki. Nagyon mérges lett. És elment hozzá, azt mondja, kula rasab, bedi dachkájma kula háj. Azt mondja, te szemét, nem ezt csak én mondom, hogy... Azt mondja, te gonosz, miattad történt mind velem ez mindez a rossz. Mindent megbocsájtok neked, egyet nem. A feleségemet és a gyerekeimet az soha nem fog megbocsájtani. Ugye, mert minden, amit mondott neki, az teljesült is, meghalt a felesége, meghaltak a gyereke. Szóval ezt nem bocsájtom meg neked. De a Frizdának a lányát nem fog bocsájtani meg, de a Frizda lánya volt az ő felesége. Azt nem bocsájtom meg neked, hogy elvesztettem a feleségemet. Amer máj avid,
Ja, és erre azt mondta neki, Jehéj rába de le mászel ha úg gávra, li déd már huszad a leim rák mellett színe. Tudod mit? Megátkozlak, mondta Rova ennek a bár hegyének, az álomfejtőnek. Azt mondja, megátkozlak, hogy olyan király kezébe kerülj, aki nem fog rajtad könyörülni. Hopp! Erre bár hegye azt mondja, oppá, mája avid gmiri, azt mondja, mit csináljak most? Klilász hacham a filo vechinam hiba, azt mondja, az van írva, hogy egy bölcsnek, egy rabbinak az átka, az még akkor is teljesül, ha nem volt rá oka, hogy megátkozzon. A te esetben de van rá okot, hogy megátkozzál. Hogy véj, akkor tényleg gond lesz. Mit csinálok? Azt mondja, amár ikum ve eglej, akkor gyorsan magamra veszem a büntetést, mielőtt teljesülne, hogyan lehet magamra venni a büntetést. Száműzöm magamat. Számüzetésbe vonulok. De amár már galusz meg a pereszal, mert azt tanították bölcseink, hogy a számüzetés az önként vállalt, vagy nem csak önként vállalt, számüzetés az minden bűnért megbocsájtást szerez. A számüzetés az nagyon nehéz dolog, az ember idegenbe kerül, az egy sok fájdalommal, nehézséggel jár. Erre mit csinált? Kam Galile Veira Mai. Erre elment Rómába. Az így azt mondja, a piszka de réstúr ziszka de málka. És hol telepedett meg? Pont a kincstárnok mellett. A királyi kincstárnok mellett. Na, mi történt? Réstúr zana hazakalma. A kincstárnok is látott egy álmot. És mit látott? Azt mondta neki, Amelech a zai helme de ayel machtabecba iszi. Azt mondta neki, képzeld el, mit álmodtam. Azt álmodtam az egyik, hogy két ujjamba is bemászott egy féreg. Egy-egy féreg. Azt mondta neki, oké, adj egy kis pénzt, hogy megfejtsem. Nem tudod megszokni róla, hogy pénzt kérjem. Amelé, nem adok neked. Másnap megint azt mondta, képzeld, mit álmodtam. Két féreg bemászott az ujjamba, azt adjál pénzt. Nem adok neked. Na addig-addig mondta, amíg a végén adott neki pénzt. És akkor erre ő megfejtette, és mit mondott? Tudod, mit jelent ez az álom? Azt jelenti az álom, hogy a királynak a sejem raktárában bementek a moly lepkék, vagy hernyók, és elkezdték megenni az értékes sejmet. Húha, oda mentek a raktárhoz, és tényleg látták, hogy így van. Erre, amikor ez kiderült, akkor a király, a császár ki akarta végezni a kincstárnokot. Azt mondta, kincstárnok, miért engem akarsz kivégezni? Végezd ki azt, aki mindvégig tudta, hogy ez a helyzet, és egy darab pénz miatt nem akarta elmondani. Mert ugye nem adtam az elején neki pénzt. Erre odahívták, elfogták bár hegyét. Amrileám, tu zuzod dach, sirajde málka. A te kis pénzed miatt ment tönkre a királynak a kincse. Fiszu treja razébehevle, most kezdődik a horror. Hogy büntették meg? Volt két pálmafa. Ezt behajlították, és kikötötték a két pálmafához, és elengedték a pálmát, és az visszament, és őt szétszakította. Oké, ezzel vége van a bár hegyének a sztoriának, de még mindig lesznek mindenféle ilyen zaftos, egzotikus történetek különböző álmokról. Mindenképpen mit látunk, ha most összefoglaljuk ezt a nagyon hosszú elemzést, akkor mi a történet lényege? Szerintetek mi ennek a mesének a lényege? Pénzt kell adni az államfejtő. A hiszékenység. A hiszékenység. Hogy van egy önben teljesítő, ahogy Amanda mondja, van egy önbeteljesítése a dolgoknak. Amit az ember mond, az úgy fog teljesülni. Ezért van az írva, van ez a híres mondása, azt hiszem a 4. vagy 5. Lubavitchi Rebbének, Tracht gut wird sein gut. Gondolj jóra, és jó lesz. Az ember saját maga tudja alakítani a helyzetét. Ha állandóan pessimista, és állandóan azt mondja, csak nehogy ez történjen, azt mondja, az be fog következni. Ha meg pozitívan áll hozzá, akkor pozitív fog bekövetkezni. Ismerjétek azt az embertípust, aki mindig túl akarja magát biztosítani, és a végén pont a túlbiztosításból megy tönkre. Ugye? Az embernek nem szabad. Oké. Mi ugye látjuk mind a két oldalról. Arról is, hogy ő, ahogy mondta az álmat, az lett. És ugyanígy a másik, a saját maga azt mondta, húha, teljesülni fog az átok, és teljesült is az átok. Oké.
hasonló történetek. Salben, Damaben, a Chömiszön sem Ismael, ez Rabbi Ismael. Egyszer Rabbi Ismaelnak az unokaöt sem megkérdezte Rabbi Ismaelt. Azt láttam álmomban, hogy a két... Mi ez? Nem pofám, két... Két arcom leesett. Azt mondja... Mit jelent ez a két arcom leesett álom? Azt mondja, az a két római század, amelyik az életedre tör, az meg fogsz, azok el fognak pusztulni. Mert ugye, hogy beszélnek ellened, azt fejezi ki a két arc. Oké, okay, ő pozitívan fejtette meg az álmot. Amelé bárka palerábire iszi, hajt mi se nasár. Azt mondja, én azt láttam, bárka palerábire neki ezt jelenti, látta, az orrom leesett. Az mit jelent? Álmomban. Azt mondja, harain afni stalek minko. A... Hogy mondják, amikor a valaki annyira mérges, hogy az orrából jön ki a füst? Erre van valami kifejezés? Tüzetokád. A tüzetokádó orr, az meg fog szűnni. Héberül a Tórában, amikor Isten haragjáról van szó, azt úgy mondják, haron af. Az orrának a füstje. Azt mondja, amikor a te orrod leesik, az azt jelenti az álmodban, hogy Isten haragja nem fog téged bántani. Amelére isz is néha dáj is nektek azt, hogy tovább, még borzaszt, még nagyobb rémálom. Azt mondja, a két kezem leesett. Azt mondja, olyan gazdag leszel, hogy a kétkezi munkára már nem lesz szükséged. Azt, aki láttam, hogy a két lábam leesett. Azt mondja, olyan gazdag leszel, egész nap lovon fogsz lovagolni, és nem kell a lábaddal menni. Ha zajda amrilei be ádar misasz, vi nissan lojhazisz. Szerintem így tovább, szóval képzeld el, mit láttam álmomban, hogy azt mondták nekem, ádárban meg fogsz halni, és nisszánt már nem fogod látni. Ugye a két hónap, most kezdődött az ádár hónap. Most kezdődött az ádár hónap. És a következő hónap lesz a Nisan. Azt mondta, láttam, hogy Ádárban meghalok, és Nisanban meg már nem látom, a Nisan már nem fogom látni. Azt van, ott már kész, el lesznek temetve. Azt mondta neki, Ádár, Misasz, azt mondta neki, amelé bád Russza Misasz, hogy laj asszin szlidéni szajon. Azt mondta neki, ez mit jelent? Azt mondta, hogy ha majd egyszer meghalsz, akkor Ádárral fogsz meghalni. Ádár, az a szó is, hogy Hadár. Azt jelenti, hogy tiszteletben, szépségben, amikor mindenki úgy fog búcsúzni tőled, hogy... Ez nem azt jelenti, hogy Ádár hónapban fogsz meghalni, hanem azt jelenti, hogy szépen fogsz meghalni. És azt pedig, hogy a Nisant nem fogod látni, a Nisan szó, az jelent próbatételt is. Nisajon. Azt mondja, életedben nem fog téged érni próbatétel. Kísértés. Szóval a kísértéstől mentes lesz az életed. Szóval látjuk, hogy ő mindenképp próbálta az álmot pozitívan megfejteni. Még amikor is, amikor azt mondja, leesik a kezem, olyan gazdag lesz, hogy nem lesz a kétkezi munkára. Leesett a lábam, olyan gazdag lesz, hogy egész nap lovagolni fogsz. Meg fog halni? Nem. Az nem azt jelenti, hogy ha meg fogsz halni, akkor szépen fogsz meghalni. Amelé a húd szduki, most látjuk egy fordított esetet. Azt mondta, eljött egy szduki. Emlékeztek ki az a szduki? Szaduceus. Így van. Ugye ezek azok a szektások, akiket a rabbik nem kifejezetten szerettek. Eljött egy ilyen szektás, Szedukib, Rabbi Ismaelhez, és azt mondta neki, de isz is, ani máske semelez észim. Most elég durva dolgok következnek. Azt mondta, azt láttam álmomban, hogy az olívafát olívaolajjal öntözöm. Szóval tudod, mit jelent? Azt mondta, hogy te az anyáddal közösültél. Azt mondta, miért különben? Szóval azért, mert az olívaolaj, az az oliva bogyóban van, ugyanúgy, mint a gyerek az anyja méhében, és amikor oliva olajjal öntözik az olivát, az amikor visszamegy az oliva olaj az olivához. Amelyekhez zajd, érdekes az összes, amiről itt szó van, a megfejtés az nem egy jövőbeni dologról szól, hanem a múltról. Érdekes, hogy eddig minden megfejtés, amit a Talmud mondott, az ilyen jövőbeni dolog volt. Ez fog történni veled, az fog történni. Most ebben is majd ennek a sztukinak azt mondja, én megfejtem, ez azt jelenti, hogy valamit csináltál a múltban. Szóval megfejtettem, az anyáddal közösültél. Amelé ha zajde katfilé kaj havi. Azt mondja, láttam,
hogy azt láttam álmomban, hogy csillagokat gyűjtök. Leveszek az égről a csillagokat. Szóval tudod miért? Elloptál egy zsidót. Emberrabló vagy. A zsidók a csillagokhoz vannak hasonlítva Ábrahám látomásában, és te begyűjtöd őket, azt mondta, hogy emberrabló vagy. Azt is láttam, hogy megettem a csillagokat. Mert azt mondta neki, szóval mit jelent? Hogy emberrabló voltál, elloptál egy zsidót, eladtad, és a pénzt azt megetted. Nem a pénz, amit kaptál érte, azt feletted. Azt is láttam, hogy a két szemem összeér. Azt mondja neki, ezt tudod, mit jelent? Hogy a nővéreddel is közösültél. Ugye a két szem, az említek a két testvér. Amréha zajde náskészi hira. Azt is láttam, hogy a holdat megcsókoltam. Azt ezt tudod, mit jelent? Hogy egy férjezett nővel közösültél. Miért? Mert ugye József álmában ugye vannak a csillagok, és van a hold és a nap, és az Jákob és Ráchel, ugye akkor az feleség. Akkor te a holdat csókolod, az azt jelenti, hogy egy férjezett asszonnyal közösültél. Amelé házad de rihna betuna de asza. Azt mondja, azt láttam, hogy egy pálmafának, nem is egy pálmafának, egy mirtuszfának a árnyékán lépkedek. Azt mondta neki, ezt tudod mit jelent? Azt jelenti, hogy egy eljegyzett lányjal közösült. Ez mindenkivel közösült? Anyjával, testvérével. Egy eljegyzett lány, szexmániás volt ez a cuki. Egy eljegyzett, szóval még nem feleségül vett, de már egy jegyes nővel. Miért? Mert az volt a szokás, hogy a hupa, a esküvői baldahint azt mirtusz ágakból csinálták. Ha mirtusz árnyékában mész, az azt jelenti, hogy egy jegyes nővel közösültél. Ameléha zai tunadame ilai ve humitatai. Azt mondta, most jön a legdurvább rész. Azt mondja, azt álmodtam, hogy én vagyok alul, és az árnyék van fölül. Erre azt mondta neki, amelé, mis kafka hafuch. Azt mondja, amikor közösültél vele, akkor fordítva voltatok. Ő volt felül, és te voltál alul. Kemény. Amelé, ha zajja arvéded a havéle purjei. Azt mondja, azt láttam, hogy hollók veszik körül az ágyam. Amelé, istek a zonsza. Azt mondja, hollók veszik körül az ágyam. Azt mondja, kerebb is majd, most a felesége. Szóval a feleséged is mindenkivel közösül. És a sok holló az a sok férfi, aki a feleségednek az ágyára jár. Amelé, ha zaj, jajné, de hardéj, de puré. Azt mondja, azt is láttam, hogy sok galamb jött az ágyamhoz. Azt mondja, az meg az összes nő, akivel te közösültél. A holló az a férfi, a galamb az a nő. Húha, azt mondja, ha zaj, de nakit, rej, jajné, o párkan. Azt is láttam, hogy két galamb elrepült az ágyamtól. Szerintem tudod, mit jelent? Azt jelenti, hogy volt két feleséged is, akit get nélkül, azt jelenti, válónevel nélkül hagytál el. Ugye, ezt már nem először fordítom, a galamb az a nőket szimbolizálja, és akkor az, aki a galamb, amelyik elrepül, az a feleség, aki meghal, vagy elhagy, vagy mit tudom. Amelék a zajdek a lifna beit. Azt mondja, azt is látta, hogy azt láttam, hogy tojásokat hámozok. Azt mondja, ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy halottakról levetted a ruhát, és fölvetted. Elég durva dolgokat mondott neki. A végén azt mondta neked, Zuki, kula iszni bi, bármi hadd leiszék. Azt mondja neki, rabbi úr, el kell ismernem, minden, amit mondtál, az igaz, kivéve ezt az utolsót. Valóban mindent elkövettem, amit mondtál, ez az utolsó, hogy halottról levettem a ruhát, ez nem igaz. És miközben mondja neki ezt, egyszer csak arra jött egy nő, és azt mondta neki, álljon meg a menet! Hájj glimo de me chassé de gábre plainu de miszve és álkaté. Szóval ez a ruha, ami rajtad van, ez XY-é, aki meghalt, és úgy látszik, te levetted róla. És akkor még azt is csináltam. Amelej, ha zaj, de amreli, sabáklok avuch nixé be kaput kájok. Egy másik történet.
Egy Cduki egyszer eljött Rabbi Ismaelhez, és azt mondta neki, Rabbi úr, álmomban azt láttam neki, azt láttam, hogy azt mondják nekem, az apám kaputkájában hagyott nekem örökséget. Kaputkája. Azt mondta, ez egy, azt gondolta először, ez egy városnak a neve. Nem is gondolta, ez valóban. Ez azt mondja a kommentár, hogy ez az Eufrátesz folyótól nyugatra, Kis-Ázsiában egy városnak volt a neve. Szóval azt mondja, azt álmodtam, hogy Kaputkájában van az örökségem. Azt mondja, apád járt Kaputkájában? Azt mondja, nem. Hagyott ott valamit? Nem. Azt mondja neki, ha így van, akkor ez igazából egy szójáték, ez a Kaputkája. Úgy hangzik, mint valami orosz. Kaputkája. Azt mondta neki, Kaputkája. Kaputkája. Azt mondja, ezt a szót fel kell mondani. Kapu. Kapa, az azt jelenti arámjúl, hogy gerenda. Dika. Dikája, az állítólag dika, azt jelenti görögül, hogy tíz. Azt jelenti, tudod, mit jelent? A házadnak a gerendáinak, a tizedik gerendájában van rejtve a pénz. Tehát Zduki megnézte, és tényleg ott volt elrejtve a pénz. Akkor ezt jelenti az, hogy az apát kaputkájába hagyta az örökséget. Amar abichanina, a raja beérve halaim, raja solaim. Van egy fantasztikus történet, erről jutott eszembe. A Glitzensteint, majd kérdezzétek meg a Glicit, ő mesélte nekem, a nagyapja, amikor a nagyapja meghalt, eladta a lakást, nem, ő adta a lakást, a gyerekei, a Glicinek az apja meg a testvére eladták a lakást. És a több gyereknek is az álmában megjelent a nagypapa, és azt mondta, hogy pénzt hagyott a fazékban. És addig is, az nem foglalkoztak vele, addig jelent meg ez az álom, hogy elmentek a új tulajdonoshoz, és ugye az a lakást az összes eszközzel és buttal és minden együtt adták el. És azt megkérdezték, hogy nem volt valami ilyesmi, azt mondja, hogy elnézést kér. Tényleg azt mondja, felfedezték az egyik fazékban, ilyen begumizott $100-osok vannak, a nagypapa gyűjtötte, ismertek ezt a típust, gyűjtötte azt, és mindig oda rakta el. És ha ezt észrevették, akkor ők elején nem akartak, azt elkezdtek egy kicsit használni azt, aztán egy pár $100 már elhasználtak, és tényleg ott volt a pénz. Oké. Amar abichanina, a raja beérbe halloim, azt mondja, az az ember, aki kutat lát álmában. Ismertek azt a viccet? Akkor elmennek, de már itt meséltem a remetéhez, és megkezdjük az élet értelme. Hagyjuk akkor. Nem mondom el elég egyszer. Oké. Ha kutat lát álmában, akkor az békét jelent. Miért? Mert az van írva Mózes első könyvében, hogy Izsák szolgái az élet vizének kutyát találták. Rabbi Nassan, amiben macatajra, Rabbi Nassan szerint azt jelenti, hogy sikeres lesz a Tóra tanulásban. Miért? Mert az van írva Izsáknál, hogy az élet vizének kutyát, és egy másik helyen pedig a Tóra van az élethez hasonlítva. Oké. Rabbi Nachmanon azt mondta, három olyan dolog is van, amit lát, ha az ember lát álmában, az békét jelent, az békét hírnököl, béke lesz rajta. Mi ez a három dolog? A folyó, a madár és a fazék. És mindegyikre most mond egy pár tóra idézetet, hogy miért éppen ez a három dolog. Azt mondja, a folyó miért?
Mert Ézsaiás könyvében az van írva, innen dajta le a kanal salem. Íme én megalapítom a béke folyóját. Madár, az miért? Mert az van írva ugyanott, hogy cipar afesz ken jagénesen szokaszeres lány, mint ahogy a madarak repkednek, úgy fogja Isten vigyázni Jeruzsálem városát. És a fazék, mert az van írva, az örökkévaló fog fogja megfőzni a békét. Köszönjük. Egyértelmű, miben főznek. Amireb Hanina, Gdéres én babasszor, azt mondja, hogy ez csak akkor, hogy olyan fazékot látom, mert nincs hús. Miért? Mert van Michában egy olyan profécia, ami a hússal teli fazékról szól, ami egy negatív profécia. Oké. Okay. Azt mondja a Tóra, azt mondja a Talmud, egy emlékeztek, hogy volt egy ilyen mondás tegnap, hogy ha valaki fölkel, és az első dolog, ami eszébe jut, az egy tórai mondat, akkor az, annak van jelentősége. Az egy kis, emlékeztek, azt mondta a Talmud, az egy kis profécia, az egy vuaktána. Szóval a Talmud, az akkor, akkor ezt lehet proaktívan is csinálni. Hogyha te álmodtál valamiről, az jelenthet jót, de ha egy rossz tórai mondatra gondolsz, egy olyan tórai mondatra, ami valami rosszat üzen, akkor az megfordítja az álmat, és az rossz lesz. Ha álmodsz valamit, ami rossz, és egy olyan mondatra gondolsz, rögtön, hogy fölkelsz, ami jó, az megfordítja, és a rosszat jóvá teszi. És erre mond mondatokat. Amarabi Soben Lévi, a Röjön Nőbehalőn, ha valaki lát, azt mondta, hogy Soben Lévi, valaki lát álmában egy folyót, Jáskinben jaj már, akkor rögtön, ahogy fölkel, mondja azt, Hinnéni Naita Leakenal Salam, idézze Ézsaiásból azt a mondatot, hogy íme én a béke folyamát alapítom. Tegnap a Feri kérdezte a Facebookon, hogy ha kiírok egy jó mondatot az ágyam felé, az jó-e? Ezek szerint jó, mert akkor ahogy fölkelsz, kiírtad, rögtön mondod, akkor azzal pozitív hatást tudsz elérni. A Röhetszibőbe Halajm, ha valaki lát egy madarat álmában, akkor ugyanígy, amint fölkel, mondja azt a mondatot, ami pozitív a madarakról. Ugyanígy, ha valaki fölkel és látja a fazekat látott álmában, akkor a fazékról szóló pozitív mondatot. Oké, menjünk tovább. Röhján Novimbe Halajm, és most egy csomó ilyen lesz. Az ember lát valamit álmában, akkor rögtön egy olyan pozitív mondatot mondjon, ami azt a dolgot megemlíti pozitív kontextusban. Ha lát valaki egy szöllőszemet, akkor mondja azt, ami a Seá könyvében van írva, kár Novimba Midbar, mert azt hiszem, olyannak találtam a zsidókat, mint a sivatagban kinőtt szöllőt, mondta Isten. Még mielőtt mondaná egy negatív, mindegyiknél van egy pozitív és egy negatív. Azt mondja, a tanuló mindig a pozitívat mond először. Van egy negatív mondat is, hogy a szöllő az keserű. Akkor az nehogy azt mondjad először, hanem mondjad a pozitívat. Ugyanúgy, ha valaki lát egy hegyet álmában, akkor mondja azt, milyen szépek a te hegyeid, amik békét hoznak Izraelnek, ez Ézsaiás proféciája a Messiásról. Ha valaki negatív mondatot mondja, ami Jeremiás könyvéből van, hogy a hegyek majd sírni fognak. Ha valaki egy sófárt lát álmában, akkor mondja azt, a mondatot, ami úgy szól, hogy azon a napon, amikor a Messiás eljön, majd megszólal a nagy sófár hangja, és ne pedig a negatívat mondja, ami a Seá könyvében van, hogy majd megszólal a völgyben a sófár hangja a negatív dolgokra. Ha valaki kutyát lát álmában, akkor mondja azt a mondatot, ami a zsidók egyiptomi kivonulásakor van írva, hogy a zsidókra nem ugatott egyetlen kutya sem, amikor kivonultak Egyiptomból. De nem mondja azt a negatívat, amire Ézsaiás mondta, hogy a kutyák azok gonoszok. Ha lát egy oroszlánt álmában, akkor mondja azt, az oroszlán kiállt, de senki nem fél. És nem mondja azt, amit Jeremiás mond, hogy az oroszlán fölkel, vagy kijön a dzsungelből. Ha lát valaki egy borotvát álmában, mi mindent lát az ember az álmában? Ha valaki lát egy borotvát álmában, akkor mondja azt a mondatot, ami Józsefről van írva, hogy megborotválták, amikor Fáraó elé vitték, és nem mondja azt a negatívat, amit Sámson mondott Lilának, hogy elhagyott az erő, miután megborotváltak. Ugye Sámson haját, amikor levágták.
Ha valaki egy kutat lát álmában, akkor mondja azt a mondatot, Bermáim Chaim, az élő víz kutya, mielőtt mondaná negatív mondatot Jeremiás könyvéből. Ha valaki lát egy nádat álmában, akkor mondja azt a pozitív mondatot Ézsaiás könyvéből, hogy az erős nádat nem lehet eltörni. Mielőtt mondaná negatívat, amire az van írva, hogy gyenge nádakra hagyat, támaszkodtál. Okay, ha már izéről van szó, miről is beszéltünk? Kane, nád. Ha nádról van szó, akkor azt mondja a Talmud, tanrabanan raje kane bechaloi, ha valaki nádat lát álmában, akkor várhatja, hogy a bölcsesség meg fogja szállni. Ahogy a mislében, a példeszerűen írva van kné chachma. Most az azért érdekes, mert a kné az azt is jelenti, hogy nád, és azt is jelenti, hogy szerezd meg. A példaszerűen azt jelenti, hogy szerezd meg a bölcsességet. Ha valaki nádat lát, akkor az szó másik jelentését is jelenti, hogy szerezd meg a bölcsességet. Ha valaki nádat lát, akkor tudhatja, hogy ő bölcs lesz. Amarab zeyre kara kaire kira kanya kulön mála lechalma. Azt mondta Rabbi Zeyre, ha valaki lát egy tököt, egy pálma, zsenge pálma levelet, viaszt, vagy nádat, ez mind pozitív. Pozitív látomás. Tánya én már indulin elele misehú jere is a májbe kolchajjaj. Szóval az ember csak annak az embernek mutatjanak tököt álmában, aki tök jó fej, nem? Aki igazán istenfélő. Miért? Mert ez is egy szójáték, Dluin de Le'ain, aki az égre emeli szemét. Az a szójáték, hogy Le'ain, aki felemeli a szemét, az ugyanaz a szó, ha összerakjunk, mint a Dlát, a tök. Oké. Okay. Most akkor visszatérünk arra, hogy ha valamit látsz álmodban, akkor milyen mondatokat kell mondani. Ha valaki egy ökröt lát álmában, akkor mondja azt a mondatot, amiben Jákob Józsefet az ökörhöz hasonlítja. Ez egy pozitív. Mielőtt azt a mondatot mondaná, ami a Tórában arról szól, hogy egy ökör felöklel egy embert. Azt tanították bölcseink, ha misod varim nem ruba sajr, öt dolgot tanítottak a bölcseink az ökörrel kapcsolatban, amit az ember álmában lát. Ha azt látja álmában, hogy ökörhúst eszik, az azt jelenti, hogy meg fog gazdagodni. Ha azt látja, hogy az ökör öklel, akkor az azt jelenti, hogy olyan fiai fognak születni, akik öklelni fognak a Tórában. Az mit jelent, hogy olyan jól fognak vitatkozni, mint az ökör, amelyik öklel. Ha azt látja, hogy az ökör megharapta, akkor az azt jelenti, hogy fájdalmak és nehézségek fognak jönni rá az életben. Ha azt látja, az ökör megrúgta, akkor azt jelenti, hogy hosszú út áll előtte. Ha azt látja, hogy ő lovagol az ökrön, akkor azt jelenti, hogy nagy ember lesz belőle. Vatánya rahvaj, mások szerint, aki azt látja, hogy az ökrön lovagol, az azt jelenti, hogy meg fog halni. Gévész, ahogy idősül mondjuk. Lajkásse, ha de rahiv hulletura, ha de rahiv tura led idei, azt mondja, na. Hogy lehet az, hogy egyik oldalon azt mondtuk, hogy aki az ökrön lovagol, az azt jelenti, hogy nagy ember lesz belőle. Másikén meg azt mondtuk, hogy az ökrön lovagol, akkor meg fog halni. Az két dolog, hogy fér össze, nem. Az egyik az, hogy az ő lovagol az ökrön, az azt jelenti, hogy hogy nagy ember ez vele. De az ökör lovagol rajta, az azt jelenti, hogy meg fog halni. Ha rejek a majbechalloim, azt mondja, ha az ember egy szamarat lát álmában, egy szápele is jó, akkor tudja, hogy a messiás közel van. Miért? Az van írva, hogy a messiás egy szamárháton fog bejönni. Ha rejek a túlbechallom, ha valaki egy macskát lát álmában, bászra de karulej, akkor attól függ. Ha egy olyan helyen látta, ahol, ja, hogy mondják arámiul azt, hogy az volt a beszélt nyelv a Talmud idejében, hogy macska, hogy? Sunra. Micsoda bölcs? Sunra. Benne van a Pészak utáni, van ez az a dal a Széder estében. De asszal lesz Sunra, ismerjétek az a... Akkor megy a... Oké. Okay. Azt mondja, a Sunra,
a sunrát látott, nem, attól függ. Kétféleképpen mondták azt, hogy macska. Voltak el, volt egy olyan tájszólás, ami úgy hívták, hogy sunra, és volt egy olyan tájszólás, ami úgy hívták, hogy sinra. Ha olyan helyre álmodtak a macskát, ahol úgy hívják, hogy sunra, akkor az azt jelenti, hogy sírna, egy szép ének jön majd, amit mondanak rá. Úgy fogják dicsérni. Mert a arámi szó, hogy sunra, az hasonlít ahhoz, hogy sírna. Ha viszont azt látta, olyan helyen látta a macskát, ahol sinra, az pedig azt jelenti, hogy egy rossz dolog fog vele történni. Miért? Mert sinulj rá, az ugyanaz a szó, mint a sinna. Oké. Okay. Ha valaki szőlőt lát álmában, ha ez fehér szőlő, akkor mindegy, hogy olyan időben látta, amikor fehér szőlőnek hívják, ez különben a világos. Fehér. A fehér szőlő, akkor mindegy, hogy ősszel látta, nyáron látta, tényleg, az mindig jó jel. Ha viszont fekete szőlőt, akkor ha idejében látta, amikor a születje van, akkor az jót jelent. Ha nem idejében látja, akkor rossz jót jelent. Oké, okay. Ha valaki lát egy fehér lovat álmában, mindegy, hogy mindegy csak megy a ló, vagy vágtat, az jót jelent. Viszont, hogyha egy vörös lovat lát, akkor ha lassan megy, akkor jó, ha vágtat, akkor rossz. A röje is molbechalaim, azt mondja, valaki lát egy arabot álmában. Azt mondja, lasszain is mászak, az imája meghallgattatásra került. Miért? Hogy mondjuk héberül azt, hogy arab, Ismael. Ugye? Mert Ismael, aki Ábrám fia volt, ő az araboknak az apja. Ismael. Ugye? Mit jelent a szó? Isten hallgasson meg. Ugye? Mert azt mondta Ábrám, Isten hallgasson meg. A arab az Ismaelita, Ismaelita. Szóval látsz egy Ismaelitát, akkor Isten meghallgatja az imádat. Szóval tanulod attól függ. Csak akkor, ha magát Ismaelt láttad, Ábrám fiát, egy egyszerű arabot látsz, ez nem jelent semmit. Oké. Okay. De olyan gamal bechalaim. Ha valaki lát egy tevét álmában, misszannik naszalai min a semáj, mit szilumi mennok, az azt jelenti, hogy el volt rendelve, hogy meg kell, hogy halljon, de az égi rendeletet fölemelték, elvetették, nem fog meghalni. Amarabhanina, Maikara, mi köze van a motyáknak a tevének a halálhoz? Mert az van írva, hogy amikor Jákob lement Egyiptomba Józsefhez, akkor azt mondta neki, Isten álmában a nöjhi éredi juhamit sztájno, de a nöjhi gám alak. És lemegyek veled Egyiptomba, és én följövök veled, föl is jövök veled. És az a szó, hogy föl is jövök veled, gamala, az azt jelenti, hogy föl is jövök veled, ez egy pozitív dolog. Gamala, gamala, de gyorsan mondjuk gamala, az úgy hangzik, mint hogyha gamol, mint hogyha egy camel, egy teve lenne. Rav Nachum egy Yitzchak amár, mert haha gam hevir hatoyz lej szamusz, Rav Nachum egy Yitzchak egy másik mondatból következtetett erre, mert azt mondta a Sámuel könyvében, Isten elveszi vétkedet, és nem fogsz meghalni. És az a szó, hogy gam, az is hasonlít ahhoz, hogy gamal. És ezért. Oké, aki látja Pinchaszt álmában, ugye Pinchasz volt az, aki Zimrit, mindenki szemlátára megölte, amikor Zimri Moabita lányokkal közösült. Akkor azt mondja, ha Zimrit látod álmodban, akkor tudhatod, hogy csoda fog veled történni, mint ahogy Pinchasszal is csoda történt. Ha valaki elefántot lát álmában, ezek mind ilyen szójátékok. Elefánt, azt hogy mondjuk héberül, pill. Az a szó, hogy pill, az majdnem ugyan szó, mint pele, csoda. Tehát ha valaki elefántot lát álmában, akkor csoda fog veled történni. Ez érdekes, pszichológiailag gondolom arról van szó, amikor látsz valamit, ha bizonyos nyelven beszélsz, akkor amikor látsz valamit, akkor annak a dolognak a nevének a hangzása is valahogy megmarad a fejedben. És ezért az a dolog, azt mondja, hogy sokszor valami, ami hangzik valahogy, akkor is, hogyha a jelentésében más,
Miről mire asszociálsz? Nem csak a képről lehet asszociálni, hanem a hangzásról is. És ezért a valaminek a neve az olyan hangzás, hogy valami egész más jelentésű dologra tudsz belőle asszociálni. Ugye? Van bennünk Szidon Péter, tudtam emelni is a kezét, mert hogy ő a kedvenc, ő a legjobb szójátékosunk, mindig van valami szó, arra mondva egy másik szót, amik semmi köze ahhoz, és ugyanerről van szó. Igen, de mit akartál mondani? Miért van az, hogy az egyik államfejlődő baráni nyelvre hivatkozik, a másiknál héberre? Nagyon jó kérdés. Egyrészt sok olyan van, ami ugyanolyan arámi, mint héberül. Tehát a macska például ugye héberül az hátul. Igen, de valószínűleg mi volt a beszéd, ugye a arámi az ugyanolyan, mint a jidis. Az igazából egy helyi babiloniai nyelv, szíriai nyelv. A zsidók magukévá tettek, mint a német, amit a zsidók magukévá tettek, és lett belőle a jidis. És a jidisben milyen dolgot nevezünk héber szóval, vagy német szóval, az majdnem, hogy szájtólás, nem szájtólás, hanem tájszólás. Látjátok nálam is, a szájtólás. Szájtólás. Szóval a tájszólás kérdése. És gondolom, hogy itt is az volt, hogy voltak bizonyos dolgok, amiket a arámi nevükön hívtak, voltak bizonyos dolgok, amit a héber nevükön, és vannak dolgok, amik ugyanaz. Mert a héber és az arámi azok rokon nyelve. Oké. Tehát ha valaki látta az elefántot, akkor az azt jelenti, hogy csodát fog látni. A tánya kalmine hájensz jaffin lehaloj, hucmina pilvákov, azt mondja a Talmud, ezt hogy lehet mondani? Egy másik helyen azt tanultuk, hogy bármilyen állatot látsz álmodban, az jó, két kivétel. A majom és az elefánt. Most azt mondta, hogy az elefántot látsz, akkor azt mondta, hogy csodát fogsz látni, ez pozitív. Lajj kássja, ha de mszárejk, ha de lajj mszárejk. Azt mondja, az egyik, ha az ember az elefántot, hogy mondják, amikor ukaf, amikor rajta van egy, akkor rá lehet ülni, akkor mondják, amikor a lóra rátesznek? Amikor meg van nyergelve az elefánt, akkor az egy pozitív. Ha nincs megnyergelve, akkor negatív. Oké, okay, ezzel befejeztük a mai adagot. Van-e kérdés, kérdés, soha, igen? Mennyi kedvezményt adnak az arabok az olaj árából a származás miatt? Nem adnak szerintem. Szerintem csak maga is Ismael adna, ugyanúgy, mint ha csak magát is Ismael látok. Köszönöm szépen. Ha szeretnék mindenkit emlékeztetni, jövő héten, hétfőn, kedden, szerdán nem leszek. Úgyhogy a Facebookon nézzük. Csütörtökön pedig vagyok. Péntek este még egy kis figyelmet kérnék. Ugye elvileg csütörtökön fogjuk befejezni a Brachot traktátust. Pénteken bevezetés lesz a Szombat traktátusba. És péntek este pedig tartunk itt a Kidusnál kis ünnepséget, hogy befejeztük a traktátust. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Fél hétkor kezdődik az ima. Mindenkinek Good Shabbos, jó hétvégét kívánok! Van ő,